2021 óta minden évben támogatja a bátaszéki önkormányzat a városban élő felsőoktatásban tanuló diákokat. A képviselőtestület fontosnak tartja, hogy segítse azokat a fiatalokat, akik szeretnének a középiskola után tovább tanulni. Ennek a feltételei, hogy bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkezzen a hallgató, 30. életévét még nem töltötte be, alapmester vagy osztatlan képzésen kell tanulnia a magyar felsőoktatásban, illetve az átlag, ugye, ami nagyon fontos, hogy az előző fél évi átlaga, a súlyozott tanulmányi átlaga 3,8 felett legyen. A 2022-es év az aljegyző szerint nagyon sikeres volt. Közel 30 diáknak tudtak némi anyagi terhet levenni a válláról. Az ösztöndíj mértéke idén sem csak a tanulmányi eredményektől függ, többféle kategóriát jelöltek meg a rendeletben. Attól függően részesíti a képviselőtestület ösztöndíjban a hallgatót, hogy alapképzésben vagy mester, illetve osztatlan képzésen tanul-e. Alapképzésben is két kategóriát különböztet meg, 3,8-as átlag felett 4,4-es átlagig 10 000 forintot, és 4,41-os átlag felett 15 000 forintban részesíti a hallgatót egy hónapban. A mester és osztatlan képzésben 3,8 és 4,4-es átlag között 15 000 forint per hó, 4,4-es átlag felett pedig 20 000 forint per hó ösztöndíjban részesítik a jelentkező és a feltételeknek megfelelő diákokat. A jelentkezéseket február 10-ig adhatják be az ösztöndíjra pályázó tanulók a polgármesteri hivatal szociális irodáján, vagy postai úton is eljuttathatják kérelmüket az intézménybe.